Sok szeretettel köszöntöm a Fehérvár Televízió minden kedves nézőjét. Itt vagyunk újra a családról szóló sorozatunkban, a Családőrzőkben. Köszöntöm vendégeinket is, Papp Csilla életvezetési szakértőt, párkapcsolati mediátort. Szia Csilla, szeretettel köszöntök mindenkit. Fekete Cseri Zsuzsannát, a Kerekvilágház Alapítvány szakmai vezetőjét, és just is kimondom, egészségfejlesztő mozgásterapeutát. Szervusz Csilla, sok szeretettel köszöntök mindenkit. És itt van velünk nagy örömünkre Tolnyai Gábor plébános mentálhigiénés szakember, őt is nagy szeretettel köszöntöm. Én is köszöntök mindenkit szeretettel. Egy kicsit próbálunk vidámak lenni, hiszen akárhogy is nézzük, csak december van, és azért advent ideje van, készülünk a karácsonyra, és egy kicsit ilyenkor jó lenne, ha előtérbe kerülhetne tényleg a család, úgyhogy ha valamikor, akkor most abszolút helyén van ez a műsor. Apropó advent, beszéljünk egy kicsit adventről, a második vasárnapon vagyunk túl. Az advent az egy készületi idő. Ugye az járt a fejem, hogy mondtad azt, hogy itt adventben vagyunk, és az öröm meg a vidám téma, de hogy igazából, hogyha az adventre gondolok, akkor nekem nem az öröm és a vidám téma jut eszembe, hanem sokkal inkább egyfajta készülődés. Ilyenkor a templomainkban is azért nagyon sokszor előjön ez a fajta gondolat, hogy készüljünk. Ezt az időszakot bőti időszakként is megélték a régebbi időszakban, és most is azért szoktuk ajánlani, hogy ahogy húsvétra készülünk a nagybőti időszakban, az adventi időszak is egy picit egy ilyen fajta elcsendesülő és visszafogottabb időszak. Ugye nálunk a katolikus templomainkban, itt Fehérváron szerintem talán mindegyik templomban van Rorát és Szent Mise, ugye a hajnali Szent Mise, ami ugye általában a reggel 6 óra fél hét magasságában kezdődik, nem a szokott időpontban. Ez is egy picit az éberségre, a virrasztásra, a figyelemre, a fölkészülésre irányítja a figyelmünket. Tehát, hogy van egy ilyen belső készülési időszak, ami a karácsony felé irányítja a figyelmünket, hogy az ünnep az megérkezhessen, és valódi ünnep lehessen. Ez teszik. Nagyon. Így. És ez még nem zárszó volt. Kérdezik, hogy milyen lesz, amikor zárszó? Várjuk, igen. Így éri meg az atya, hogy élitek meg ti az advent időszakát? Egyáltalán mennyire tudjátok megélni azt, hogy advent van ilyenkor évvégén, vállalkozóként? Ugye vállalkozóként az ember éli a vállalkozó létet, ami azért nagyon nagy felelősségeket, meg lehetőségeket rejt magában. Nálunk a házban többen vagyunk, van egy kis csapatunk, már készülődünk mi is arra ott bent is. Ugye természetesen a maga terápiás ház és a környezet az már ünnepi hangulatba öltözött. Van egy kedves kolléganőnk, aki kérte, hogy most idén hadd ő, és jaj, de boldog voltam, hogy végre valaki ezt fölvállalja, és nagyon jól csinálta, mert beszélgettünk már veled arról, hogy azt hiszem, te mesélted, hogy nálatok úgy van megcsinálva a Betlehem, hogy szépen lassan népesül be, és a végén érkezik meg, ugye. Na, szóval, hogy nálunk is így volt, hogy a ház olyan szépen, hát otthon azért ilyen szépen, komótosan díszítődik a ház, mert hogy keveset vagyunk otthon. De igen, azért már az ajtó körül ott vannak a girlandók, már ott van a kopogtató a fényekkel, nem tudom. Nálunk is a gyertyák ott vannak az asztalon. Tehát, hogy így szépen lassan, fokozatosan megyünk ebbe bele. Az, hogy vállalkozók vagyunk, ez azt jelenti, hogy nagyobb a felelősségünk, több mindenre kell gondolnunk, a nagyobb, népesebb családunkra is kell gondolni, de ezt mindig nagy örömmel tesszük. És akkor van egy ilyen évvégi lezárás majd, amikor elérkezünk oda, és úgy engedjük el a kollégákat is abszolút az ünnepre, meg a téli szünetre, hogy mindenki letette ennek az évnek a terhét, elvégeztük, vége van, és akkor így tudunk átvenni majd egy másikba. Tehát nincs több feladat attól, hogy évvége van? Kicsit más jellegű, kicsit befelé fordulunk. Érdekes, mert ugye ebben az időszakban egyre több a beteg gyerek, náthársak kimaradnak, vagy van, kinek ilyen baja, olyan baja, tehát hogy egy picit még családiasabbá vonódik össze ez az egész, de ugye mi személyes kapcsolatba állunk mindenkivel, tehát mi pontosan tudjuk követni ezeknek a családoknak az életét, és tudjuk őket támogatni. Nagyon aranyosak a gyerekek is, ahogy kezdik a kis rajzaikat készíteni, ahogy csinálnak valamit, és akkor azt behozzák, és megmutatják, hogy ez már karácsonyi ajándék lesz anyunak, apunak, fára, nem tudom én, díszeket csinálunk. Tehát, hogy igen, kúszik be, és így szépen emelkedik vele mindenki.
Csilla, neked nehezebb, mert ugye aki gyerekek között él, jobban tud ezzel foglalkozni, hiszen a gyerekeket is szoktatni kell, te azért inkább felnőttekkel vagy körülvéve. Neked felpöröge ilyenkor jobban, hiszen azért karácsonykor sokan szomorúak a magánytól és egyebektől. Hát most nálam egy nagyon érdekes helyzet állt elő, de mielőtt ezt elmondom, azt imádom az adventbe a várakozást és a készülődést. Tehát, hogy én ezt nagyon-nagyon szeretem, a hangolódást, a ráhangolódást, és nyilván nálunk is ott van az asztalon az adventi koszorú, a gyertyák, egy-két dekoráció már felkerült hasonlóképp, mint Zsuzséknál, hogy lassan kúszik be az életembe, hiszen reggeltől estig dolgozom. És ugye hozzám 12 év felettiek jönnek, ha jönnek, de leginkább felnőttek, úgy, ahogy mondtad. És ami nagyon érdekes, hogy az idén valahogy teljesen más ez az adventi készülődés a munka tekintetében nekem, hiszen egyre többen jönnek, mert hogy előre gondolkoznak az emberek, és ilyenkor örülök, hogy valami foganatja van a munkámnak, annak, amit mindig mondok a klienseknek, hogy van egyfajta tervezői gondolkodás, hogy előre terveznek, előre gondolkoznak, és már éberek észreveszik azokat a kis készülő feszültségcsirákat, amik még nem hajtottak ki, de már ott rezegnek, és megelőzendő eljönnek, akár a párok is, vagy akár valaki önmaga is, egy kliensem, mert érzi azt, hogy feszül, hogy sűrű az év vége, hogy kellene neki valamilyen támogatás, hogy valamit kidolgozzon magából, vagy akár a párok. És ennek annyira örülök, hogy eljutottam ide, úgymond a szakmámban, hogy megértették az emberek, hogy lehet preventíve is dolgozni magunkon, hogy nem kell megvárni, hogy felrobbanjon az a bizonyos bomba, hanem amikor már érzem, hogy valami készül, akkor egy kicsit már elébe megyek, és dolgozom magamon, foglalkozom vele, és nem problémának, hanem feladatnak tekintem. És azt látom, hogy így könnyebben tudnak ebbe az egész adventi időszakba belekúszni, mert nem vonja a figyelmüket az a rengeteg feszültség, blokk, stressz, ami egyébként generálódik a mindennapokban. Nem tudom, azt mennyire tapasztaljátok, akár a munkatársakkal, akár a családdal, hogy decemberben már tulajdonképpen a hónap elején egy kicsit többet figyelünk másokra. Például, ha csak a munkatársakat mondom, elkezdünk arról beszélni, hogy készüljünk fel az év végére, és akkor jön a közös ötletelés, jön a közös dekorálás, aztán a családdal, hát nyilván a Mikulás is belesegít, de a családdal is jön a tervezés. Tehát tőlem a fiam már november közepén megkérdezte, hogy karácsonykor melyik nap megyünk hozzájuk. Tehát, hogy egy picit azért ez érezhető, és talán azért az adventnek ez is egy fontos része kell, hogy legyen, hogy egy picit jobban figyeljünk egymásra, és jobban ápoljuk a kapcsolatokat. Jól sejtem? Jó. Annyira bologattál, Gábor. Megszólítva éreztem magam, annyira néztél rám. Hű, akkor mit mondjak erre? Azt hiszem, hogy esélyt ad az advent erre. Én inkább talán így fogalmaznék, hogy erről is lehet, hogy talán korábbi műsorokban, vagy valamikor szerintem talán beszélgethettünk erről, hogy én azt gondolom, hogy akkor lesz az advent, akkor marad az adventnek értelme, ha a karácsony marad és ünnep marad. Ha karácsony elveszik karácsonynak, akkor azt hiszem, hogy az adventi készülődés is elveszíti az értelmét. Hogyha a kapcsolataink nem fontosak, akkor igazából ez egy a többi, nem tudom, időszak közül, ahol esetleg maximum nagyobb leárazások vannak, mint a Black Friday-be, tudtam. De hogy azt hiszem, hogy azon múlik, és akkor válik igazán értékes ez az időszak, hogyha nekem ez személy szerint jelent egyáltalán valamit. Ha ez nem jelent nekem semmit, akkor tulajdonképpen mennek a szürke hétköznapok, azt nem csak túl leszünk karácsonyon is. De hogyha nekem jelent ez valamit, akkor mondjuk elkezd érdekelni az, amikről meséltél, vagy beszéltél, hogy megkérdezem a kollégámat, vagy a családban megkérdezem, hogy ki minek örülne, vagy elkezdek egy picit jobban odafigyelni a többiekre, hogy valami olyan ajándékot kaphassam, vagy adhassak a másiknak, amivel reményeim szerint valami olyan dolog jelenik meg, aminek a másik örülni tud. De ez azt hiszem, hogy leginkább azon múlik, hogy a kapcsolataim, a személyességeim mennyire vannak jelen, hogyan élnek ezek a dolgok az én életemben.
talán segítség a kapcsolatok felélesztésére is ez az időszak, hiszen gyakorlatilag arról szerettünk volna beszélni, hogy mennyire fontosak a kapcsolatok, és ez ilyenkor évvégén kiéleződik, hogy mennyire fontosak. Most van apropó, amiért megszólítsuk azt a régen látott vagy hallott rokont is, akit hónapok óta nem szólítottunk meg. Csak még mielőtt bárki, csak hadd fűzzek ehhez, mert nekem ez nagyon fontos élményem, vagy legalábbis úgy szeretném, hogyha ez úgy átmenne, hogy tehát amit mondta, hogy igen, fontos, hogy odafigyelünk, meg régen látott rokon, de hogy én bennem inkább azon, hogy olyan jó lenne, ha megtanulnánk adventesen gondolkodni. Tehát, hogy nem csak ez az időszak lenne az, hogy karácsonynak készülünk, amikor odafigyelek a másikra, hanem hogy ebből az időszakból megtanulom azt, hogy hogyan tudom az év többi részén mondjuk odafigyelni a másikra. És hogy valahol ugye az adventnek a jelentése az Úr jövet, hogy nem csak arról szól, hogy én készülődök, hogy az Istennel találkozzak, hanem az arra készülök, hogy ő is akar velem találkozni. Szóval hogy a karácsonyban ez a találkozás ünneplése jelenik meg, és hogyha fontossá válik számomra a másikkal való találkozás, mondjuk például egészen személyes emberi szinten ebben az időszakban, akkor szerintem érdemes azt valahol beépíteni az év többi részébe, hogy na és akkor hogy tudom megélni mondjuk a nyári adventemet, vagy a tavaszi adventemet. De hogyha ilyenkor tudsz valakivel találkozni, és egy kellemes kapcsolódás jön létre, ha egy tartalmas kapcsolatot fogtok létrehozni egymással ott és akkor ez benne marad az emberben, tehát ez óhatatlanul adja a folytatás lehetőségét. Igen. Tehát hogy a kapcsolatoknak a megélése, azt gondolom, hogy a mai világban a kapcsolatok azok, amik életben tartanak bennünket. Abszett. Tehát akkora szükségünk van az élő, a valódi, a face-to-face, ahol együtt ülünk egy asztalnál, ahol beszélgetünk, ahol együtt vagyunk, ahol közös tevékenységet csinálunk. Ezek adják a tartalmát az életünket, ezek adják azokat a pillanatokat, amik meghatároznak bennünket. És hogyha ezt úgy tudjuk csinálni, ünnepivé varázsolni, hogy időről időre találkozunk, és minden egyes találkozás egy ünnep. Nekem a gyerekeim felnőttek, élnek szana szét, ugye nem velem laknak már régen. Nekem minden egyes találkozás a gyerekemmel, ha az 3 perces, akkor is karácsony. Ezt én el tudom nektek mondani. Most éppen az történt, hogy a kisebbik fiam valamiért hazajött, ide ment, oda ment, intézte a kis dolgait. Persze, ha már a környékünkben, anya, nincs időm, de egy ölelésre jövök. És tényleg 5 percet volt nálunk, kezében nyomtam valamit, amit összekészítettem, hogy ezt vitt fiam, mert ugye anélkül ne menjen haza, meg igyon valamit, enni nem eszik, de megöleltem, kikísértem, és megéltem azt a pillanatot, és ő is. Tehát, hogy értitek, hogyha ennek valódi tartalma van, ha ez valódi kötődés, ha ez valódi kapcsolódás, ha te tényleg fontos vagy nekem, akkor én tudok rád időt is, pénzt is, energiát is szánni. És nem pénzem múlik a leggyakoribb esetben, hanem egyszerűen azon, hogy én határozom meg, hogy kik azok, akikkel körülveszem magam az életemben. Kik azok, akiknek megfelelő módon fogok lehetőséget adni, hogy részesei legyenek a mindennapoknak. És még az sem biztos, hogy mindig rokon. Távoli rokon. Könnyen lehet, hogy az egy olyan barát, könnyen lehet, hogy az egy olyan szomszéd, könnyen lehet, hogy az egy olyan kollega, könnyen lehet, hogy az egy olyan zenésztárs, könnyen lehet, hogy tehát az élet bármilyen területéről kaphatok én ajándékba olyan embereket, akik gazdagítják az én létemet, és vice versa. Egyébként érdemes lenne számot vetni abból, vagy azzal, hogy kinek hány ilyen ajándék kapcsolata van, ajándékembere van, akikkel nem csak karácsonykor, vagy nem csak advent idején tartja a kapcsolatot, hanem az év akár bármelyik napján, bármelyik hetében, hónapjában, és ez tényleg rajtunk múlik, hogy mennyit engedünk, és mi mennyit nyitunk. Mert ahhoz ugye, hogy jöhessenek, ahhoz nekünk nyitni kell, fogadóképessé kell válni, és az, hogy állandóan rohanok, és be vagyok gubozva, és csak megyek, mint egy szemellenzős csataló, és nem figyelek senki másra, mert hogy feladatom van, ugye így is lehet. De egyébként nem nehéz beépíteni az életünkbe, a mindennapokba, hogy legyen és maradjon arra energiánk, hogy felhívjuk a jó szomszédot, az ajándékbarátot, a barátnőket, a közeli távoli rokonokat, bárkit, tehát hogy ez tény is valahogy energia, idő, de lehet ezt ügyesen csinálni, jó időgazdálkodással, és úgy, hogy megengedem magamnak napközben azokat az 5-10 perceket, mert lehet, hogy nem is kell több, amit te is mondtál. Meg prioritásba teszed. Így van, hogy mi a font. És
És abszolút jöhetnek, és akkor áramlik a gondolat, az érzelem, a kapcsolódás, ott van a két ember közt a flow, és annál csodálatosabb nincs, amikor egy értelmes beszélgetés jó érzelmekkel átitatva valamit adunk egymásnak, mert ugye ez egy cserekereskedelem, adunk és kapunk, és áramlik köztünk, és ez vannak fantasztikus. Vannak benneteket, és megállapítom, hogy szenzációs munkám van. Nekem a munkám adja, hogy munkaidőben, rendszeresen, heti rendszerességgel 20-25 csodálatos emberrel beszélgessek teljesen nyíltan, és figyeljek rájuk, és hallgassam őket, ami nagyon sokat jelent, és sokat tanulok mindenkitől. Én már mondtam neked, hogyha egyszer kirúgna, akkor jövök rádiózni. Nos, térjünk vissza a kapcsolatok ápolására, hogy az, hogy erre igénye legyen valakinek, ezt is gyerekkorban kell kialakítani. Ez egy nagyon érdekes dolog, bocsánat, hogy én most így magamhoz ragadtam a szót, de van egy közvetlen élményem nem túl régről. Egy fiatal embernek igen kerekedik évfordulója lett volna a következő évben, de mivel ő azt mondta a feleségének, hogy hát engem úgyse fogsz tudni meglepni, ezért a kedves nej -1-et csinált belőle, és abból csinált egy ilyen nagy összelőtet, majd a kerek az megmarad a családnak. Ez csak egy ilyen ötlet aranyosság, és akkor el is mondta a férj, hogy hát azért tényleg meg tudták lepni, és ettől ő most boldog. De amitől külön boldog, és amit külön elmondott még a feleségének, az a számos ember, aki ott volt megünnepelni őt, hogy ismerjük, hogy tudjuk, hogy kicsoda, hogy egy rendkívül értékes ember, hogy igen, nehéz élete volt, nehéz sorsa volt, sok mindent kellett végigcsinálnia, de hát kinek nem. És bizony-bizony helytáll, és bizony-bizony példaértékűen éli az életét. De ő mondja el, hogy az, hogy itt most ennyi ember volt, nem csak azért, mert a felesége szervezte a meglepetés bulit, hanem hogy el is jött ennyi ember, az első körben a feleség érdeme, ugyanis ő a kapcsolatápoló és a kapcsolattartó a külvilággal. Mert a férfi egy olyan családból jön, gyerekkorból hozzuk, ahol más volt a rend. Ahol más volt a rendszer, ahol ehhez alkalmazkodj, ahhoz alkalmazkodj, katonás, teljesen mindegy. De az a lényeg, hogy neki nincs bent a kultúrájában az, hogy én szerte ágazó kapcsolatrendszert működtesek. Még a feleségnek igen. Na hát ugye ezt a kettőt kellett valamilyen szinten asszimilálni, és nem mindig volt ez felhőtlenül könnyű és boldog és sétagalop, de bizony-bizony elérkezett ez a férfi is oda, hogy rájött arra, hogy milyen fontosak ezek a dolgok az ő életében is, és nagyon szépen köszönte ezt is többek között a feleségének. Ez nekem külön gyönyörűség. De én azt hiszem, hogy semmilyen időszakunkban, életutunk során nem késő tanulni, és nem késő változni, és nem késő változtatni. Már megéltük azt a szeparálódott családi, atomizálódott közösségeknek a széthullása révén a magányosodást, az elmagányosodást minden szinten. Gyerek, fiatal, középkorú, felnőtt, idős ember. Rájöttünk arra, hogy ez pokol. Tehát az nem egy élhető élet. Igen, és nekünk szükségünk van a társadalmi hálónkra, a szociális hálónkra, de ez nem magától szövődik. A pók is dolgozik azon, hogy olyan szép nagy hálója legyen. Nekünk is ugyanez a dolgunk, hogy ezen dolgozzunk. Persze, időigényes, persze, egyeztetni kell, persze, nagyon sok a súrlódás. Ő most nem ér, ó, biztos haragszik, azért nem ér rá már harmadszor se. Van egy kis kaján kugorod. Értitek? Tehát, hogy rengeteg ilyen sztori van az ember életében, meg kell tanulni ezeket is jól kezelni. Annyira örülök, hogy rám gondoltál, de most tényleg nem én. Van egy színház jegyben, nem tudom én ki nem jön. Istenem, de jó lenne elmenni veled, de más programom van. Vagy átszervezem, és veled megyek. Mert hogy nekem ez fontos, az is fontos. Ugye priorizálnunk kell, ahogy ezt tettük, igen, hogy mi az, ami a legfontosabb, de ennél fontosabb nem sok minden van az életünkben, mert ezek adják azokat a boldog pillanatokat, amik a miénk, amit nem tud tőlünk elvenni senki. És bocsánat, a minap ugye hívtalak egy ügyben, és nem vett fel, a Zsuzsi nyilván dolgozott, tudtam, vártam időt, újra hívtam. És hallottam a hangján, hogy nagyon elfoglalt, de felvett, mert tudta, hogy ha kétszer hívom, akkor ez biztos fontos. Ez így van. Tehát, hogy ez egy ilyen dolog, hogy akármennyire is nincsen időnk, akkor ha a másik kétszer vagy háromszor hív, akkor biztos, hogy az fontos, és kell egy percnek lenni. Igen. Én annyiba csatlakoznék talán a Zsuzsihoz, hogy én azt gondolom, hogy talán részben nevelésen is múlhat, de szerintem a személyiségtől is nagyon függ az, hogy éppen milyen típusú ember vagy.
Ugye szokták mondani, ez az introvertált, extrovertált, tehát hogy nem vagy biztos, kevert. Hogy, vagy kevert, igen, igen. Vagy intro, de hogy nem biztos, hogy belülről neked igényed van arra, hogy neked nagy kapcsolati rendszered legyen, mert hogy te úgy tök jól el vagy magadban. És lehet egy szülő izmoszhat azon, hogy a gyerekének nem tudom mekkora kapcsolati rendszer legyen, de hogyha a gyerek nem ez a típus, akkor meg nem tudjuk miért alakult ki, azt is lehet, hogy felnőttként kinyílik, az is lehet, hogy éppen abban a korszakában, amikor bezáródik. Igen, de hogy erre nem tudom, hogy lehet-e nevelni, hogy neked kapcsolataid legyenek. Ez nem nevelés kérdése, hanem a szokásrendszer átvételének a kérdése. Tehát, hogyha ő egy nyitott családban él, ahol bizony vannak élő kapcsolatok, akkor ő neki ez természetes lesz. Uh-huh. Ettől még lehet, hogy olyan személyiség, autisztikus vonása van, bármi csodája van neki, hogy ő kutatóelme, és ő inkább a saját világába akar, és befelé akar élni. Tehát ezt engedjük meg neki, tehát nem kell ezt mindenkinek lenyomni a torkán, és nem kell mindenkire ráerőszakolni. Csak az, hogy Csilla részéről volt ugye ez a kérdés, igen, hogy lehet-e nevelni arra, hogy kapcsolatok fontosak legyenek. A szokások átadása. Nem, szóval nem tudom, hogy ránevelni nem lehet, inkább én is azt gondolom, hogy ha bennél egy olyan családban, ahol ez természetes, hogy mindenki mindenkivel mindenhogy kapcsolatban van, akkor neki is ez válik valahol természetes, de direktbe arra nevelni, én azt gondolom, nem lehet. Ez egy nagyon érdekes kérdés. Ugye nálunk sok minden kérdés felmerül, amikor az első alkalommal jön hozzánk a gyerek, és ha van ilyen panasz, mi az ok, hogy most itt vannak nálunk, miben keresnek segítséget, és leírják, hogy nem tud barátkozni, és nincsenek barátai. És akkor megkérdezem, hogy és önöknek, ja, hát a keresztapám az át szokott jönni. Érted? Hát akkor kitől tanulja meg a gyerek, hogy hogyan? Tehát nem olyan a minta. Abszolút. Ugye azért az is egy nehézség tud lenni, hogyha mondjuk egy szülőnek másfajta nevelési elve van, mint a mondjuk a nagy társadalom. Tehát, hogy most nem olyan rég beszélgettem erről pont egy anyukával, hogy föltette nekem ezt így a kérdésként, hogy hát, hogy most nem tudja, hogy most rosszul neveli a gyereket, vagy sem, de hát, hogy neki igazából van egy srác, akivel úgy a barátja, és úgy van az osztály, tehát, hogy valami nagyon szép kép volt, hogy ők a hegy, mi meg mi ketten vagyunk a domb, és hogy akkor ez most jó vagy nem jó, vagy hogy van, mint van. És így mondtam az anyukának, hogy hát azt hiszem, ezt el kell fogadni, hogy itt vagytok ti keresztény nyelvek szerint nevelitek a gyerekeket, bizonyos dolgokat nem engedtek, vagy nem adtok, vagy nem hagytok neki, mert hogy nektek vannak olyan elveitek, amik ti fontosnak tartjátok, ez nem a mainstream. És innentől a gyereknek meg van egy fajta ilyen nehézsége, hogy akkor ilyenkor meg maximum azt lehet mondani, hogy az nem baj, hogyha nem mindenki a te barátod, de attól te még normális vagy. Szóval, hogy valahol szerintem ezt így föl lehet oldani, de hogy ki kihez hogyan tud kapcsolódni, hát azt hiszem ezt felnőttként is bőven megtapasztaljuk, hogyha bekülünk ki idegen helyre, és akkor gyorsan kirajzolódnak az erőviszonyok, hogy akarok-e oda tartozni, vagy sem, akarok-e kötődni hozzájuk, vagy sem, ez a stílus bejön-e, vagy sem. És hogyha nem, akkor az is lehet, hogy egyedül maradok, mert éppen nem tudok kötődni, vagy kapcsolni ahhoz a csoporthoz. De egyébként igazi mély barátságokból szerintem nincs is egyszerre sok, mert nincs annyi energiánk. Tehát az két-három ember tud nagyjából úgy egyszerre lenni, de nagyon sok ismerős sem lehet olyan, akit tényleg bármikor felhívhatok, akár számíthatok rá, mert nem annyira közeli barátom, de mondjuk nagyon jó ismerősöm. És ez lenne tulajdonképpen az a kapcsolati háló, ami ugye a szélesebb spektrum, ami a pókhálónak a külső pereme. Bocsánat, hogy én még mindig ragaszkodom hozzá, de azért csak visszahoznám ezt a történetet, hogy a családba kell, hogy kezdődjön. A család összetartásába kell, hogy kezdődjön. Legalábbis én így szoktam meg, hogy elég kemény a világ, de kell, hogy a család, a rokonok melletted legyenek, és azt szoktam mondani, hogy egy gyerek mellett minél több rokon van, annál nagyobb biztonságban lesz felnőtt korában. Tehát ha a csonka családok keveredése miatt úgy alakult, hogy három nagymamája van, vagy három nagypapája van, az csak jó a gyerek szempontjából, mert minél többen szeretik, annál több, jobban számított segítségre. Bocsáss meg, Gábor, hogy csak mondom, több helyről kap ajándékot karácsonyra. És szeretetet, és figyelmet. Többen mennek érte az óvodába, mindig valaki menjen érte. Ezt nem reklámozzak ezt a helyzetet, csak így belegondoltam, hogy gyerekként ideális. Az anyagias világ, ugye? De több figyelem, az biztos, hogy több figyelem irányul egy olyan gyerekre, ahol
3 nagymama, vagy 4, mert hogy már olyan is van. És ezt a szülők elfogadják, és megadják a lehetőséget, és a nagymamák, nagypapák egymásnak a lehetőséget, hogy szeressük együtt azt a gyereket, és fogjunk össze érte, hogy mindig legyen mellette valaki. És talán ezzel egy kicsit azért az adventi gondolathoz is visszaértünk, és ezt már azért mondom, mert az utolsó percet szeretném Gábor atyára bízni, hiszen mégiscsak advent időszakát éljük. Az, amiről beszélgettünk, az foglalkoztatott most engem ezen a hétvégén is egyébként. Amikor nálunk meggyújtottam a gyertyát a plébánián, akkor ez, erről beszéltem pont, hogy milyen sokat számít az, hogyha 2 gyertya ég. Tehát, hogyha egy gyertyára szükség van ahhoz, hogy ne legyen sötét, de egy gyertya önmagában kevés, és hogy milyen sokat számít, hogyha van egy társa, akivel együtt tud égni, és együtt tud világítani. És azt gondolom, hogy mondjuk egy ilyen adventi második hetünk, amikor a 2 gyertya ég, akkor az egy jó lehetőség, pont így a beszélgetés kapcsán az, hogy kicsit úgy számba vegyük, hogy kik azok, akik mellettünk világítanak, vagy akikkel együtt erősebb a fényünk. Úgyhogy én igazából ezt kívánom mindenkinek, hogy ezt vegyük számba, és örüljünk annak, akik együtt égnek velünk. Tónyai Gábor atyának nagyon szépen köszönjük, és köszönöm Fekete Cseri Zsuzsannának és Pap Csillának is a mai műsort. Kedves nézőink, hangolódjanak velünk karácsonyra, egy hét múlva újra itt vagyunk. Viszontlátásra!